Kassán vagyunk, egy új lakótelepen, a kassai kormányprogramnak a lakótelepén. Amikor ezt a lakótelepet tervezték, akkor szó se volt róla, hogy templom is épülne. Persze a szocializmus korában voltunk akkoriban, de 89 után nagy volt az igény rá, hogy itt is egy templom létesüljön. Elég sokáig tartott, amíg elkezdődött az építkezés, ez már 98-99-ben történt meg. Aztán elég hosszú időre leállt az építkezés, mert valahogy meghaladta a hívőknek a lehetőségeit. De aztán jött egy új esperes, a Novák Péter, aki nagy lendülettel állt neki újból, és 14 év után aztán sikerült befejezni, úgyhogy már 2012-ben vagyunk, amikor föl lett szentelve ez a templom szeptember 1-én. Emberiség fejlődésében és az építészet fejlődésében van egy ilyen hatalmas törés, ami a folytonosságot illeti, mert szerintem az, hogy mostan panelházakkal vagyunk itten körülvéve, stb., ennek sok köze nincs az eredeti építészeti kultúrához. Mi éppen azért megpróbáltunk valami olyat kreálni ebben a környezetben, ami talán példamutató lehetne a jövőt illetőleg is. Építészeti értékekről ebben a környezetben nagyon nehéz beszélni. Úgyhogy itt nem is volt nagyon mihez idomulnunk, sőt, mi ezt úgy fogtuk fel az egészet, hogy jó volna ebből kitörni. Az én építészeti felfogásomhoz nagyon közel álló az, hogy én azt mondom, hogy a épület távolról legyen vonzó, amikor közel jön az ember, akkor már kapjon kedvet belépni az épületbe. A legtöbbet tulajdonképpen az ember a templom belsejében kapja meg. A belső tér az kimondottan ilyen ember közeli anyagból, a fából, szóval ilyen természetes anyagokból készült. Én azt hiszem, hogy ez szokta leginkább megkapni ebben a templomunkban a látogatókat. Egy kicsit különbözik a falusi egyházi közösségek élete a várositól. Faluban ottan több emberből áll össze a közösség, és vannak ilyen természetes líderek. A városban itten általában az van, hogy az a jó, hogyha van egy nagyon jó pap, és én szerintem ez a Novák Péter ez nagyon érti a dolgát, és tudja, hogy mit akar. Ez a templom, ez talán a legjobban működő kassai templom, mivel hogy itten ez egész nap reggeltől estig nyitva van, szeretnek ide az emberek járni. Templomépítészettel én már korábban is találkoztam. Az előbbi években Lónyabányán építettem egy templomot, Kassán is rekonstruáltam egy templomot, de ez egy kicsit más volumenű munka volt, mert falun építeni templomot más, városban megint más. Itten mégiscsak progresszív új elemeket is lehetett applikálni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez nem egy ilyen hagyományos épület, hanem megpróbál egy ilyen mutatóként a jövőbe mutatni, hogy mit is lehetne a templomépítészetben itt Szlovákiában produkálni.